népművészet kategóriában nyertem az ösztöndíjat, és hát ezen belül is rengeteg terület van, és én a néptánccal foglalkozok alapvetően. Táncoktatással, koreografálással és hivatásos táncosként dolgozok a Magyar Nemzeti Tánc Együttesben. A munkateremnek a címe az, hogy vetésforgó. Ez egy néptánchoz végül is nem annyira közel álló dolog, de mégis az, mert ennek a formájában dolgozok, mert táncművészként, előadóművészként a színpadon, pedagógusként a próbateremben és alkotóként is végül is próbateremben dolgozok, és ennek a három szintérnek a folyamatos körforgását írtam le, hogy mikor, milyen területen dolgozok. Amikor először hallottam a programról, nagyon megörültem, mert egy olyan fajta lehetőséget láttam benne, ami tényleg egy hosszú távú gondolatnak a kiélelését jelentette, mert ez a három év, ez tényleg egy olyan program, ami egy összetett és több szintéren forgó eseményeket tud kiélelni és végigvinni. Amikor az ember megnyer egy ilyen ösztöndíjat, akkor nem tudja, kikkel fog találkozni. És ebben a Hild villában folyamatosan olyan találkozókat rendeznek, ami élményszerű, hiszen egy ilyen ösztöndíjas találkozókkor az ember olyan emberekkel találkozhat, akikre nem is számít, hogy példaképpen tud rájuk nézni, hiszen a saját kortársaim, akik között, most én vagyok a legfiatalabb, nagyon nagy örömmel tudtam hallgatni, hogy ők nekik pontosan mi a céljuk az ösztöndíjukkal. Tehát például mondok egy példát, Agócs Gergelynek a célja egy rettentően felemelő téma, vagy Kanalas Évájé is, és azt gondoltam, hogy úristen, nekem fel kell nőjek ehhez a témához. Én azt tudom javasolni az ösztöndíjasoknak, hogy nyugodtan, bátran olyan célokat tűzzenek ki maguk elé, amivel maradandó tudnak alkotni. Mert ha ezt a célt kitűzik maguknak, és el is tudják érni egy reális célt, hogy a népművészetben, például a mi szakterületünkön olyan alkotást, vagy olyan fajta oktatási folyamatot tud létrehozni, ami maradandó, akkor már érdemes pályázni, érdemes ezzel az MMA ösztöndíjjal foglalkozni. Tehát ki kell tűzni egy nagyon erős és fontos célt. A Budapest Főváros Bartók Táncegyüttest vezetem, és olyan részeredményeket értünk el az együttesen belül, ami nagyon fontos mérföldkő. Meg tudtunk nyitni egy újabb versenyt. Eddig volt egy páros versenyünk, egy legényes versenyünk, volt egy legény estünk, és most pedig megnyitottunk egy gyerek legényes versenyt. Ezek olyan szakmai fordulópontok, ami valójában a néptánc mozgalom életében egy mind négy kiemelkedő esemény, és ez egy nagyon fontos dolog a számunkra. Olyan lehetőségeket kaptam az ösztöndíjon keresztül, aminek nagyon nagy hozománya van. Nem csak nekem, hanem a körülöttem lévő embereknek is. Mondok egy példát, hogy így sikerül Erdélybe visszatanításokat folytassunk, és például a Mérai Cifra Együtteshez tudok járni, egy olyan gyerek közösséghez, akiknek szükségük van egy külső segítségre, és ez egy remek lehetőség, hogy közös munkákat folytassunk. De ezen kívül a néptánc területén is kiemelkedő előadásokat tudunk létrehozni, és olyan alkotásokat, ami remélem maradandó. A népművészet egy olyan kincs, amit folyamatosan ápolni kell, és szükség van arra, hogy a mai fiatalsággal megszerettessük. Nem mintha nem szeretnék, ez nagyon fontos dolog, hogy a boldogságot el kell kapni, akár a próbateremben, akár a színpadon. El kell kapni azt a boldog pillanatot, amitől ő úgy megy haza, azzal az élménnyel, hogy ez az én magyar kultúrám, ez tényleg nekem való. Ezt minden területen el kell érni, és örülök, hogy a néptánc területén vannak ilyen pillanatok, és sikerül belopjam az embereknek a szívébe magunkat.